Ugye Kecskeméten lesz a tábor, a Kecskeméti Főiskolának a kollégiumában, a GAMF kollégiumnak hívják, és július 1-én kezdünk, és július 1-től kezdve 4 egyhetes turnusban, tehát mindig vasárnaptól szombatig. Természetesen, aki több turnusra jelentkezett, annak 2 hetes időszakban tartjuk a tábort, és az utolsó napunk július 28-a, akkor zárunk. 4:30 és 7:30 között van ébresztő, minden reggel. Fél 8-tól fél 9-ig lehet reggelizni, és fél 9-kor elkezdődnek az órák. Mindenki a saját maga által választott téma szerinti foglalkozásra megy. Fél 9-től 10-ig tart az első foglalkozás, 90 percben, utána fél óra szünet van, és utána fél 11-től 12-ig van a második óra, utána már csak negyed óra szünet van, negyed 1-től negyed 2-ig tart a harmadik óra. Az már csak 60 perces. Negyed 2-től van ebéd. Vannak, akik már egy kicsit hamarabb jönnek ebédelni, tehát így szépen lassan lemegy az ebéd, olyan fél 3 körülig lehet ebédelni, és 3-kor kezdődnek a délutáni programok. Ezek mindig választható programok. Ez azt jelenti, hogy minden nap kiírjuk, hogy aznap milyen programokon lehet részt venni, tehát a strandolást, a kézműves foglalkozást, a sportolási lehetőségeket, milyen különleges programok vannak esetleg aznap, amik más napokon nincsenek, tehát milyen vendégek jönnek esetleg, milyen bemutatót tartanak, ezt mind-mind kiírjuk, és a gyerekek fogják tudni, hogy milyen helyszínek hol vannak a táboron belül, tehát ezt így a második napon szerintem minden gyerek fogja tudni, hogy hol van a hangár, hol vannak a trambulinok, hol van a focipálya, hol a teniszpálya, és így tovább. A délutáni programok este 6-ig tartanak. Ezt tényleg mindenki szabadon kiválasztatja, tehát egy napon belül sok mindent kipróbálhatnak a gyerekek, szabadon mozoghatnak a tábor területén. Természetesen, aki kiment mondjuk a strandra, akkor az a délután a strandon tölti, mert ugye azért oda fél órára nem érdemes kimenni. Este 6-kor van vacsora, és este 8-kor, vacsora után, este 8-tól kezdődnek az esti programok, amelyek mindig valamilyen nagy közös játék, valamilyen nagy csapatprogram az egész tábornak, és olyan 10 óráig szoktak tartani ezek a játékok. Mindenféle játékot kitalálunk, lovagi torna, kaszinójáték, koboldok városa, és így tovább. És 10 óra körül van takarodó, és hát igyekszünk fél 11-re csendet varázsolni a tábor területén. Azért mondom, hogy igyekszünk, mert igazából senkitől nem követeljük meg, hogy 2 óra futkosás és rohangászás után ledüljön az ágy és azonnal aludjon. Tehát mindenféleképpen csendet szeretnénk, és mindenki saját szobájában legyen, és lehetőleg kapcsolja a villanyt. Hétvégén is van egy-egy másfél órás óra, tanítási óra, természetesen nem reggel fél 9-től, hanem későbbtől 10-től fél 11-től. Azért, hogy azért mégsem essenek ki például az angolosok annyira ritmusból, a második hétre azért legyen még gyakorlatuk. És a hétvégén, tehát a szombatok meg a vasárnapok egy kicsit lazábbak, tehát nem feltétlenül megy ez a szoros program a szombat és a vasárnapi napokon, mert ugye vannak olyanok, akik elmennek szombaton, akik egy hétre érkeztek, és lesznek olyanok, akik majd vasárnap újonnan megérkeznek.